1914. június 28-án Szarajevóban egy szerb nacionalista Gavrilo Princip pisztolylövéssel megöli a trónörököst Ferenc Ferdinándot. Ezzel a végzetes pisztolylövéssel fejeztük be sorozatunk előző részében a beszélgetést, innen folytatjuk tovább ma szakértő vendégeinkkel a beszélgetést. A hátországról, a hadiparról, fegyverzetről fogunk beszélgetni. Egy háború szempontjából mindig nagyon nagy jelentősége van a hátországban történteknek. Itt az első világháború kitörésénél ez a hátország mennyire volt felkészülve a háborúra? A hátország tehát kezdettől fogva érintett, aztán abban a pillanatban, amint elkezdődnek a harcok, még inkább az lesz, hiszen gyakorlatilag a nagyon lelkes hangulatból, ami azért jellemezte az ország népét, akkor abból nagyon hamar előkerültek a különböző problémák. Az, hogy a hadsereg bizony nélkülöz egy csomó olyan dolgot, amire szükség lenne, hétköznapi apró tárgyakat, fehérneműt, melegholmit, hiszen nyáron vagyunk, ilyenkor az ember nem is gondolná, hogy valami egyébre szükség lehet. Ezeket mind-mind próbálják a hadsereg számára biztosítani, és aztán megérkeznek az első sebesültek, megérkeznek az első híradások arról, hogy a család fenntartó nélkül maradt. Hát ez mind-mind már eléggé erőteljesen érinti a hátországot, és hogy megyünk előre az időben, még inkább így van ez. Hogy készül fel az ország mindenre, struktúrájában, az a hátország? Hogy nézett ki az első hónapokban? A kormányzat életbe léptet már az első időszaktól kezdve olyan megszorító intézkedéseket, amelyek a bizony a lakosság életét, a mindennapi életét nagyban megnehezítette. Például? Életbe léptette a kormány az 1912. évi 63. és 68. különleges intézkedések, illetve a lakosság hadiszolgálatra kötelezhetőségéről szóló törvénycikket, amelynek alapján ugye a kormányzat, az állam a lakosságot bizonyos hadiszolgálatra kötelezhette, így be kellett jelenteni a saját tulajdonokban álló olyan állatokat, olyan eszközöket, amelyekre az államnak, a hadseregnek szüksége volt, így a lovakat, a kutyákat, az automobilokat, a gumianyagokat, a fémtárgyakat, és ez ugye a hónapok teltével ezek a intézkedések egyre súlyosbodtak, illetve hát egyre inkább megtapasztalták az emberek a háború nehézségeit, a gazdasági nehézségeket, a fellépő politikai nehézségeket, szóval nagyon kiterjedt, és szinte mindenkit érintett a háború. Mi várt az otthonmaradókra? Otthonmaradóknál nem azt kell értenünk, hogy otthon maradt egy asszony néhány gyerekkel. Egyrészt sokkal kiterjedtebbek voltak a családi kapcsolatok, másrészt pedig a társadalomnak a szociális felépítése is más volt. Volt úgy, hogy az egy szem kenyérkereső ment el a családból, és bizony egy kiterjedt rokonságot hagyott maga után. Ez egy kisiparosnál, vagy mondjuk egy parasztgazdaságban nagyon-nagyon komoly problémákat okozott. Nyár volt, a nyári munkáknak a nagy része az félbeszerbe maradt attól, hogy az illetőt bevonultatták. A kormányzat egy dologban ennek előre ment, ha föl lehet készülni egy háborúra, például a hadsegélyezéssel. Ennek volt egy állami része, az állam elvárta, hogy adott korosztály bevonuljon, az adott korosztály bevonult, de ennek a fejében a család nagyon szigorúan, fejkvótára kiszámolva, de bizonyos összeghez hozzájutott. Ez nyilvánvalóan a mindennapi megélhetést elősegítette, csak azért azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ennek volt egy átfutási ideje. Az emberek egymásnak adták a híreket, hogy hogyan lehetne tovább haladni ezzel az egésszel, ki mikor kért segélyt, onnantól fogva járt csak neki, ez azért nem volt egy egyszerű történet, hiszen ekkora léptékben ezt sosem próbálták ki. Ez egy nagyon sokáig finomítgatott rendszer volt, de bizonyos szegmensét érintette csak a társadalomnak. Itt viszont hirtelenjében több millió családról esett szó, amelyiknek ez pillanatok alatt kenyérkérdés és megélhetési kérdés lett. A bevonult férfiak helyett ugye hát nem volt, aki a mezőgazdaságban a földeket megművelje, tehát ez mind-mind ugye az államnak, vagy az országnak az élelmiszer ellátására óriási hatással volt. Ahogy teltek a hónapok, ugye egyre kevesebb gabona termelődött ugye az évek során, és hát bizonyos az államnak itt közbe kellett lépnie, és különböző állami szerveket hozott létre, hogy a meglévő élelmiszerkészletek, a gabonakészlet, a hús, a zsír, a kávé, a cukor,
hogy ezeket begyűjtsék, ezeket nyilvántartsák, illetve a lakosság számára ugye porciókban kioszták, élelmiszerügyeket vezettek be. Ez mind-mind megoldandó feladat volt, és azért elgondolhatjuk, hogy egy nő számára, aki ugye a családját, a gyermekeit etetnie kellett, hogy milyen nehézséget okozott neki, hogy a számára kiadagolt élelmiszerkészletekből ellássa a családját. Lehet azt mondani, hogy ez volt az a pont, az a néhány év, ami megváltoztatta ugye a gyengébb nemet? Hát a gyengébb nem kénytelen lett erősebb lenni, és én úgy gondolom, hogy ezt a szerepkörét utána már nem is nagyon akart elengedni. Éppen ezért érezhető az, hogy a háború előtt is már megvoltak a nőmozgalmak, de aztán a háború után talán még inkább megerősödtek ezek. Meg hát aki azért rájött arra, hogy fent tudja ő tartani saját magát is, az már nehezebben ment bele egy rákényszerített helyzetbe. Volt természetesen, hogy ne lett volna olyan, aki borzasztó boldogan várta vissza a párját, és próbált ebben az egész helyzetben tovább lenni, de igen, volt egy olyan törés, amelyiket azt lehet mondani, hogy egy változás mindenképpen. Én nagyon erőteljes cezúrának érzem ebből a szempontból a háborút. Iskolák, üzemek, gyárak, kórházak? A kórházak azok az alapfeladataikat ellátták, csak pillanatok alatt kiderült, hogy kevés az a kórház, amelyik fogadni tudja a sebesülteket, és főleg az utókezelésnek nem igazán alakul ki egy olyan rendszere, amelyikben elférnének a sebesültek. Óriásira nő a szakorvosoknak a lehetősége. Az orvostudomány bármilyen csúnyán is hangzik, de nagyon nagyot fejlődik ebben az időszakban, és rengeteg speciális eset adódik. Előjönnek azok a háborús betegségek, amivel soha nem számoltak, a lelki következményei a fizikai következményeken túl a háborúnak, de a kórházakhoz, ahhoz nagyon hamar csatlakozik a társadalomnak a többi része. Szinte azt kell mondjam, hogy az első pillanatban rájönnek arra, hogy a kórházi pavilonok, az alapkórházak nem lesznek elegendők. És akkor elkezdenek a legkülönbözőbb szervezetek kórházakat alapítani. Volt úgy, hogy éppen frissen elkészült üzemben, volt úgy, hogy iskolaépületben, múzeumépületben. Tehát a legkülönbözőbb közösségi tereket próbálják hasznosítani kórház céljaira, amelyek között nagyon sok a szanatórium is. Tehát olyan, amiben hosszabb távú ellátást próbálnak biztosítani. A katonák részére. És még egy dolog, ha már a betegségről és egészségügyről szó esik. Először a világháború során tapasztalja meg nagyon sok bevonult katona a hadifoglyok kapcsán, például Esztergom kenyérmezőnél, a járványoknak a pusztító hatását. Ez rögtön 1914. augusztus-szeptemberre, ha jól emlékszem, amikor is a különböző élős diéktől egész Esztergom kenyérmező hirtelenjében egy járványos helyé változik. Vesztek zárat vezetnek be, lokalizálni próbálják, sikerül is lokalizálni, de ott például hirtelenjében kell ezzel az egész helyzettel megbirkózni, fabarakokat, egyebeket emelnek ott a már akkor begyűjtött szerb hadifoglyok részére. Üzemek, gyárak, a nők kétkezi munkát vállalnak, akkor gondolom a férfiak helyett. Hát kénytelenek rá, különösen a későbbi háborús esztendőkben egyre inkább dominál ez a dolog. Az első bevonultatás és mozgósítás az ugye csak a fiatalabb korosztályt érinti. Amikor ezt a korosztályi határt megnövelik, akkor már nagyon komolyan kialakul az, hogy a nők többsége kénytelen dolgozni a gyárban, elvétve akad csak egy-egy férfiú. Ez különösen abszurdnak tűnik a fényképek alapján, például amikor látja az ember, hogy lőszergyárban, fegyverek között is hasonló módon a női munkaerő dominál. Hadsegélyező egyesületet már említettük, mi volt még a feladata ennek az egyesületnek? Ez lényegében egy félhivatalos, fél társadalmi státuszú szervezet volt. Lényegében egy ilyen összekötő kapcsot jelentett a hadsereg, illetve a polgári, tehát a társadalom között. Készpénzt gyűjtöttek ugye a katonák segélyezésére, a hadiözvegyek, hadiárvák támogatására, de ugyanakkor a hadsereg a szervezet támogatását, illetve munkáját kérte ilyen gyűjtő akcióknak a lebonyolításához. Tehát ugye ők közvetítették a társadalom felé ugye a hadseregnek az igényét,
A hadsereg ugye elkészítette, a hadseregéző hivatal ezt összegyűjtötte, osztályozta, elsőben önkéntes. Meghadifoglyokkal. Igen, ugye osztályozták, és akkor ezt a hadsereg pedig ugye a saját eszközeivel kiszállította a frontra. Melyik volt az az év, amikor kezdenek kimerülni a tartalékok, és úgy kezd elegük lenni az embereknek ebből az egészből már? A nagyváltás évét én egy olyan 1917-re tippelném. Tehát addigra gyakorlatilag már többé-kevésbé mindent mindenki odaadott, amit lehetett. Már mindenki kijótékonykodta magát, egyrészt a saját szabadidejét rááldozva, másrészt az anyagi lehetőségeinek is eléggé a végére ért. És addigra már nagyon keményen lépnek fel a megszorítások is. Nagyon érezhetővé válik az, hogy most már a különböző pótanyagokat kell igénybe venni, beszolgáltattak már mindenfélét, ami, tehát innentől kezdve már egy meglehetősen erőteljes kínlódás megy. De ugyanakkor még 17-18-ban is rendeznek, tehát jótékonyságból kiállításokat, különböző bemutatókat, ugye akkor a nemzeti áldozatkészség szobrát. Igen, mondjuk a hadikölcsönhöz kötném egyébként ezt a nagyváltást, hiszen itt van a hadikölcsönnek a kérdése. Hát elvárják a fronton harcoló katonától is, illetve a hátországban is, hogy mindenki jegyezzen hadikölcsönt. Ez a háború végén tragikussá teszi néhány családnak a sorsát, és itt nem egy-két családról beszélünk, mert egyszerűen olyan vagyonokat ölnek bele a hadikölcsönbe, ami a háború végén egyszerűen visszanyerhetetlen, és a család elszegényedéséhez vezet. A háborúnak a hatás nagyon sokáig érezhető volt, mind a gazdaságban, mint a szociális téren, tehát ez az egész társadalmat érintette, és hát ugye a sok elesett férfi, sok hadifogságba esett férfi helyét a nőknek ugyanúgy pótolni kellett, tehát a háború utáni időszakban is, tehát nem térhettek vissza 18 után abban az arra az időszakra, amikor ugye elkezdődött a háború. Hát nem is beszélve arról a pikáns, de megkerülhetetlen témáról, amikor így néhány év férfi hiány után az illető arra érkezett haza a hadifogságból, ugye elég csak a Móraféle novellára gondolnunk, hogy hát valami fajta pótlásra gondolt az asszony, és esetleg ebből gyermek is, vagy gyermekek születtek. Tehát visszaemlékezésekben olvasható, hogy hát a parancsnok szembesült nagyon sok esetben azzal, hogy amikor már a hazamenetel gondolatával lehetett foglalkozni a háború végén, egyszer csak jöttek a levelek tömegével, hogy hát szóval az úgy van, hogy te nem voltál itthon édes párom, de ezzel szemben itt van most ez a csecsemő. És hát innen nem folytatnám a gondolatot, szerintem mindenki kitalálja a folytatást.